Köszöntöm a Városi Televízió nézőit, Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látják 2020. január 17-én pénteken. A pontos idő 19 óra. Kérem, tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Vadászkávézó és játszóház. Pályaorientációs nap. Horgászbál. Még tavaly decemberében megnyitotta kapuit a vadászház a benne található kávézóval és játszóházzal. Papné Juhász Emília, az intézmény ellátó Kft. Ügyvezetője elmondta, nagyon nagy lelkesedéssel és örömmel fogadták a vendégek az új helyet, sőt a környező városokból is vannak már visszajáró vendégek. 2019. decemberében megnyitotta a kapuit a vadászház, és azon belül található játszóház és a kávézó is. Ennek a részleteiről mit tudhatnak a tévénézők, hogyan fogadták a mezőtúriak? December elején egy intézményellátós rendezvénnyel volt a próbaüzem a játszóháznak és a kávézónak. A télapú ünnepségünket céges szinten itt tartottuk, és hát nagy örömünkre szolgált, hogy a dolgozóink gyerekei nagyon boldogan fogadták. Ez egy újdonság volt mezőtúra. Nagyon megörültek neki. Következő nap a város gyermekeit vártuk. A Városfejlesztési Kft.-vel volt egy közös rendezvényünk, és azon kereteken belül mutattuk be a kávéházat, illetve elsősorban a játszóházat a gyerekeknek. Utána a ünnepekre való tekintettel, az ünnepnapok kivételével minden nap nyitva voltunk, és igen nagy forgalmat tudtunk lebonyolítani a játszóházban, nagyon örültek neki a mezőtúriak, és ahogy telt az idő, úgy vettük észre, hogy egyre több vidéki kisgyermekes család is megkeresi a vadászházat, Gyomáról meg Török-Szent Miklósról is jönnek, én már mondhatni, hogy visszatérő vendégek is. Úgyhogy nagyon jó a fogadtatás, kicseréltük a játékokat is, mert ugye sokkal több a játék, mint amennyi elfér ebbe a helységbe, folyamatosan cseréljük a játékokat, folyamatosan újítgatunk, helyezgetünk, hiszen ebben nekünk nincsen tapasztalatunk ennek az üzemeltetésébe, várjuk az itt lévők visszajelzéseit ebből a célból, és úgy gondoljuk, hogy januárban, februárban, márciusban hétvégenként vagyunk nyitva, úgyhogy minden szombat, vasárnap 10 órától 6-ig várjuk a gyerekeket, a családokat. Milyen eszközöket találhatnak itt a gyerekek, illetve a felnőttek, mivel tölthetik el az idejüket, amíg a gyermekeik játszanak? A gyerekek kedvence ez a hatalmas ugrálóvár, ez ugrálni lehet rajta, bujkálni rajta, csúszkálni. Azért elmondom, hogy ez a vár arra is jó, direkt ilyet vásároltunk, hogy medencébe is bele tudjuk rakni. Úgyhogy majd remélem, hogy lesz alkalmunk nyáron valamelyik medencébe is kipróbálni a strandon, és ott is megmutatni a gyerekeknek, hogy miket lehet rajta csinálni. Vásároltunk többféle csúszdát, nagyon szeretik a gyereket, sajnálom, hogy kicsi a hely ahhoz, hogy felállítsuk mindet egyszerre. Van trambulinunk, az is van, amikor fent van, van, amikor nincs, van egy óriás trambulinunk, illetve több ilyen kreatív kis összerakhatós játékunk van, amit szintén nagyon szeretnek. Nagyon szép gyermekbútoraink vannak, ezekkel nagyon szeretnek színezni a gyerekek. Illetve a pályázatnak az egyik eleme volt, hogy mozgássérült játékot is vásároljunk. Ezt pedig mi úgy tudtuk megoldani, hogy egy mozgássérült csocsót vásároltunk, ami akár a mozgássérült gyermekeknek is jó, hisz tolószékkel is oda lehet menni mellé, de az egészséges gyermekek is nagyon szeretik használni, úgyhogy egy egész komoly kis csocsóasztalunk van, azon is lehet játszani. A szülőknek lehetőséget biztosítunk, akiknek olyan idős gyermekei vannak, azok benn vannak itt a teremben. A többieket pedig a kávéházba várjuk. Hát a sláger termékünk a forró csoki, nagyon finom kávénk van. Attól függően, hogy ugye a konyhai háttér hogy működik, tervezünk palacsintát, gofrit árusítani, apró süteményeket árusítunk. Úgyhogy ilyen termékekkel várjuk a szülőket. A vadászház épülete mondhatni teljesen elkészült, viszont hogyha jól tudom, akkor az eszközbeszerzések még hátra vannak, egy részük legalábbis. Az eszközbeszerzések olyan szinten vannak még hátra, hogy az egyik részét az intézményellátó Kft. Szerzi be szerződés alapján,
Itt még hiányzik egy-két apró eszköz, amit így nem tudtunk az év végén megvásárolni. Nagyon szeretnénk, mert úgy látjuk, hogy gyerekzsúrokra nagyon van igény, ilyen gyerekzsúros eszközöket vásárolni, amit teljesen gyerekeknek van, illetve még van egy pár olyan balesetvédelmi felszerelés, amit úgy látjuk, hogy kellene a játszóházhoz. A másik része, ami nem az intézményellátó Kft.-hez tartozik, de ugye ebbe a pályázatba benne van, az pedig, ugye, amit nagyon vár a város, a Korcsolyapálya. Kávéház előtt van egy kis játszótér, arra az eszköz, egy játszótéri elem. A kávéház előtt van még egy fitness, egy szabadtéri fitness tér, arra is egy fitness eszköz. És akkor majd csak elmondtam. Hát ugye a Zöld Város, Zöld Kapcsolat program keretében még utcabútorok beszerzése fog történni. Ön említette, hogy jelen időszakban hétvégente van nyitva. Tervezik ezt a jövőben, ezt a nyitvatartást meghosszabbítani, hétköznapokra is áttenni? Ez ugye a pályázat azt írja, hogy több funkciós terem, úgyhogy nagyon át kell gondolnunk, mert többet is egyeztetni kell, mert ez a terem a pályázat leírása alapján egy akár fitness terem, akár játszóházi terem, akár rendezvényterem. Na most a tapasztalat azt mutatja, hogy ez akkor az érdeklődés a játszóházra elég kicsi. Kicsi ehhez, illetve ezek az eszközök a kibehurcolást nem bírják. Úgyhogy vannak terveink, ezeket a terveket folyamatosan egyeztetjük, hogy hogyan lehetne ezt a több funkciót bővíteni, vagy állandóvá tenni. Úgyhogy én ezt úgy gondolom, január, február, márciusban hétvégenként vagyunk nyitva, meglátjuk, hogy milyen érdeklődés van esetlegesen a rendezvényekre, vagy hogyha valaki gyermekzsóra szeretné kivenni, akkor nyitottak vagyunk arra, hogy péntek délután vagy szombat-vasárnap délben van egy olyan időszak, amikor úgy látjuk, hogy kevesebben jönnek, akkor ilyen magánjellegű gyermekzsót is lehet tartani. Természetesen nyáron, a nyári időszakban, június 1-től biztos, hogy nyitva leszünk egész nap, amikor van a strandos időszak. Májusi hónapot meglátjuk. Amikor már jó idő van, esetleg kültérre is ki tudjuk vinni, mert ezek kültérre is alkalmasak, ezek az eszközök. A forgalomtól függően meglátjuk, meg természetesen az is befolyásoló tényező, hogy a Korcsolyapálya mikor érkezik meg. December 15-én rendeztek pályaorientációs napot a Teleki Blanka gimnáziumban, ahova meghívták a térség összes felsőoktatási intézményét egészen Dunaújvárostól Nyíregyházáig. A részletekről Majoros Gergely igazgató nyilatkozott stábunknak. Január 15-én pályaválasztási kiállítást rendeztek a Teleki Blanka gimnáziumba. Erről a napról, ennek a napnak a programjairól mit tudnál mondani, igazgató úr, milyen programokon vetnek részt a diákok? Pályaorientációs napunknak az ötlete akkor született meg, amikor évekkel ezelőtt nagyon-nagyon sok felsőoktatási intézmény jelezte, hogy a végzős diákjainknak szeretnének így december-január környékén tájékoztatót tartani. Kezelhetetlenné vált gyakorlatilag a helyzet, tehát azt lehetett mondani, hogy az órákat nem lehetett folyamatosan rendesen megtartani. És akkor jött az ötlet, hogy jelöljünk ki egy napot, és meghívunk minden felsőoktatási intézményt. Ekkor még csak a végzősöknek délután volt ilyen tájékoztató. De közben változott a helyzet olyan módon, hogy kötelező minden iskolának egy napot pályaorientációs napra fordítani. Ezért mi úgy gondoltuk, hogy a pályaorientációt nem csak a végzős vagy a 11-es diákok számára biztosítjuk, hanem 9. osztálytól egészen 13. 14. évfolyamig folyamatosan minden évben kapnak információt a felsőoktatási intézményekről, szépen lassan beérik bennük, hogy hova is szeretnének menni. Meghívjuk a felsőoktatási intézményeket, itt nyilvánvalóan a térség szinte minden egyeteme főiskolára, tehát a Dunaújvárostól egészen Nyíregyházáig jönnek a felsőoktatási intézmények. Nincs olyan, aki ne tenne látogatást nálunk. Sajnos a Semmelweis Egyetem visszamondta, de hát nyilván itt az időjárási körülmények is befolyásoltak. És nem csak felsőoktatási intézmények vannak, hanem a pedagógiai szakszolgálat is jelen van, hogy pályaorientációs vizsgálatot tartson.
nyilván ilyen önismeret, önkép kialakításához, illetve vannak olyan szervezetek, amelyek katonaság, rendőrség, akik szintén toborzást végeznek. Emellett természetesen a saját diákjainkat azért, ameddig lehet, szeretnénk itt tartani, és az iskolánk által képviselt szakmák is bemutatkoznak. Miért fontos az, hogy nem csak a végzősök vehetnek részt ezeken a programokon? Ugye a nevében is benne van, hogy pályaorientáció. Sajnos Magyarországon a nyugati társadalmakhoz képest egy picit talán én úgy érzem, hogy lemaradásban vagyunk azzal kapcsolatban, hogy maga a pályaorientáció az egy folyamatos felépített folyamat, éveket vesz igénybe. És ebbe az irányba szeretnék elmozdulni, hogy nekünk középiskolának nem csak az a feladatunk, hogy itt bizonyos tudáshoz juttassuk a gyerekeket, ez a tudás, ez szakmai tudás, neveltség, társadalmi beilleszkedés és sok mindent foglal magába, hanem egy picit előkészítsük a terepet a felsőoktatás irányába is. És ennek a napnak ez a lényege, hogy egy felépített folyamatként készítsük elő ezt az egész pályaválasztási folyamatot. A Teleki Blanka gimnáziumban már évek óta van pályaorientációs nap. A diákoktól milyen visszajelzések érkeztek, mennyire hasznos számukra ez a mai esemény? Nyilván a diák számára már az a szó, hogy valamire kötelező részt venni, az bizonyos szintű ellenállást fejt ki. Ez természetes. Szoktuk mondani, hogy olyanok, mint az atom, az energia minimum elvére törekednek. Kötelező, be kell menni, jelenléti is van, regisztrálni kell, és azért nagyon sok esetben nagyon pozitív kritikákat fogalmaznak meg. Ez azt jelenti, hogy lehet, hogy ugyanaz a diák azt mondja, hogy az egyik iskolánál benn volt, és szuper jó volt, és tök érdekes dolgokat hallottam, és ugyanaz az egy gyerek egy másik helyről kicsit ilyen lehangolóbban nyilatkozik, azt mondja, hogy ez neki nem tetszett. De hát ez a személyiségükből fakadó különbség, de lehet, hogy az, ami az egyiknek tetszett, a másiknak nem tetszik, és fordítva. Tehát megértik, a végére megértik ennek a lényegét és a célját. Február 1-én kerül megrendezésre idén a Horgász Bál. A tavalyi évben ez a rendezvény hatalmas sikert aratott a horgászat szerelmesei és mások körében is. Éppen ezért gondolták úgy a szervezők, hogy folytatni kell ezt a kezdeményezést. A részletekről Veres Imre szervező nyilatkozott stábunknak. Hagyomány szerint idén is megrendezésre kerül Mezőtúron a horgászbál, ebben az évben február 1-ére kerül majd az időpont. Mit lehet tudni a részletekről? Igen, hát ugye tavaly gondoltunk egyet, hogy horgászbált szervezünk, hát ez igen jól sikerült, úgyhogy úgy gondoltam, hogy az idén is nekivágunk ennek. Hát eddig nagyon-nagyon sokan jelentkeztek rá, már majdnem betelt a létszám, ami azt jelenti, hogy a vendégekkel együtt egy olyan 200 fő fog érkezni erre a rendezvényre. Hát reméljük ugyanolyan jól fog sikerülni, mint tavaly. Hát ez most február 1-én lesz, ugye este a 6-ra kell jönni, 8-tól nagyjából meg lesz a vacsora, egy gyors tombola, sorsolás és buli hajnalig. Ez egy retro zenés bál. Reméljük, hogy az idén is jól fog sikerülni. Még lehet rá jelentkezni, várunk mindenkit szeretettel. Tulajdonképpen csak horgászokat, vagy bárkit, akit egyébként érdekel egy ilyen volumenű rendezvény? Hát ugye nem csak horgászok, tavaly is nem csak horgászok jöttek. Volt olyan is, aki például megnyerte a tavaly egy területi jegyet, hogy ő nem volt horgász, elajándékozta, úgyhogy jól érezte magát mindenki, az is esetleg, aki nem horgász. Természetesen mindenkit várunk szeretettel, nem zavarunk el senkit, vagy nem mondjuk, hogy nem indulhat, mert nem horgász, természetesen. Aki egy jót akar bulizni retro zenére, az jöhet. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látták. Friss hírekkel majd jövő héten is várjuk Önöket. Addig is minden jót kívánok, a viszontlátásra!